Sziasztok! Itt vagyok egy újabb Sims epizóddal. Ugye a legutóbb megszületett a gyerekünk, nézzük is meg, hogy van. Úgy tűnik elég éhes és társaságra is vágyik, úgyhogy ezt gyorsan orvosoljuk. Egyébként ilyenkor, mikor a csecsemőt kell ápolni, általában az összes opciót végig kattintom, és remélem, hogy előbb-utóbb rendben lesz a gyerek. Úgyhogy igen, még messze vagyok az anyaságtól, rohadtul. Ez a szívem eszik egy kicsit, mert éhes. Mi mást tegyünk vele? Igen, még mindig nem sikerült ezeket a hülye életcélokat elérnem, és még a holnapi napon sem megy dolgozni, és még mindig állandóan kapcsolgatja a rohadt magnót. Azonban a munkatársakkal való kapcsolatán van mit javítani, úgyhogy mindjárt beszélünk is néhány munkatársa. Azt hiszem barátoknak kell lenni, akkor téged próbáljunk meg, néhányszor csevegjünk a telefonon. A szimeket nem zavarja, hogy ha egymás után 246-szor hívjuk fel őket, kivéve, hogyha ezt este 11 után vagy reggel 7 előtt tesszük. Szeretne ringatozni a kisbabával, ezt gyorsan teljesítjük is. Aha, hogy álomba akarja ringatni a babát. Ez nem fog egy darabig menni, de sikerült elaltatnia. Oké. Neki is ideje enni valamit. Vegetáriánus párolt homár. Igen, nem tudom, hogy a hangomon és a stílusomon mennyire érződik, de egy kicsit fáradt vagyok ma, úgyhogy ez a mai rész ilyen lesz. Egyáltalán meg kellett szenvednem azért, hogy ide lejjek és felvegyem ezt a videót. Ugye holnap megyek vizsgázni, és nem vagyok túl boldog ettől a ténytől, de hát se baj, ezen is át kell esni. Jól is lakott. Tökéletes minőségű volt a párolt homár. Szuper. És a kertet ápoltam? Nem is emlékszem rá. Aha, oké. Akkor nézzük, van még valami vágyad? Mondjuk a szemetet kivihetnénk, mert ahogy látom, eléggé elhanyagolt a környezet. Emellett ezt is megtisztíthatjuk, nem látom most konkrétan, hogy koszos-e vagy sem. És közben bekakilt a baba is. Kicseréljük a pelust, aztán visszatesszük az ágyba, mert egyébként a babákkal nem lehet túl sok mindent csinálni. A játékban, meg a való életben se. Nincs is most különösebben olyan vágya, amit teljesíthetnénk, úgyhogy egy kicsit a boldogságpontokat turbozzuk, te pedig többet ne telefonálj, mert elmúlt éjfél. De nézzük, hogy igen, egy kis javulást mutatott ez a dolog, hiszen barát státuszba kerültünk ezzel a személlyel is. Állandóan táncolni akar, ezt már megszoktuk. Ja igen, mert bulizós, ezért van ez mindig egyébként. És aztán mehetnek is aludni, mert ahogy nézem, elég késő van, mit szeretne. Még egy gyereket? Erről beszéltünk, vagyis írtatok a kommentekbe, hogy lesz-e még egy gyerek. Jelenleg még nem tervezem. Azért, mert én se szeretek egyszerre túl sok szimmel foglalkozni egyébként. Úgyhogy most hagyjuk őket aludni. Szóval mindjárt felkelnek, és igen, azért szeretek általában csak egy gyereket vállalni, mert utána, hogyha a szülők meghalnak, akkor simán az egy gyerekkel, meg annak a jövendőbeli családjával szoktam tovább játszani. És amennyiben több gyerek van, olyankor igazából mindig dönteni kell, hogy akkor most melyikkel játszak tovább, vagy mind a kettővel, de úgy meg már túl sok lesz több család egy helyen meg. Szóval értitek ezt a problémát. Ezért nem hiszem, hogy... elég sok problémája van. Tehát ezért nem hiszem, hogy lesz még egy gyerek. Van rá esély, de nagyon kicsi. Nem lesz medencés partink, mert még mindig nincs medencénk. Egyébként gondolkodom azon, hogy lassan egész szép mennyiségű pénzt sikerül a szimjeimnek itt össze gyűjteniük. Már megint csak jó ringatózzunk vele. És... túl csípős szellempaprika volt a kajában.
Mindjárt tovább mondom, csak közben gondolkodok. Igen, még egy kicsit tornásszuk a kapcsolatot a munkatársakkal. Te pedig utána jöhetsz egy kicsit kertészkedni. Szóval valahol, nem tudom, hogy magyarnál vagy külföldinél, tök véletlenül láttam egy videót, ahol az illető egy házat épített, és ilyen gyors felvétellel, tehát, hogy mit tudom én, hányszoros sebességgel végigmutatta, hogy hogy építette fel a házat, és ez szerintem nagyon király volt, és nem. És hogyha összegyűlik egy kis pénz, akkor arra gondoltam, hogy a házon némi átalakítást végezhetnénk, legalábbis a berendezésen, mert hát nem is túl otthonos, meg nem is túl praktikus jelenleg. És gondoltam, hogy esetleg csinálnék erről egy ilyen videót, tehát nem beszélném végig, mert rohadt hosszú lenne és rohadt unalmas, mert egyébként, hogyha épp olyan kedvem van, hogy átalakítsam a házat, vagy mit tudom én, a szimeknek a kinézetét, vagy bármit, akkor elég sokat el tudok rajta vacakolni, és igazából nem is lenne mit mondani közben, szóval, hogyha szívesen látnátok egy ilyet, akkor esetleg erről lehet szó. Hogy mégse az legyen egyébként, hogy egyszer csak belépek a játékba, és tök máshogy néz ki a házam, mert olyan kedvem volt, hogy átalakítsam a helyzetet. Ó, hústövet megint a szívem, megint nem figyeltem szerencsétlenre. Ja, és pelust cserél, mert ez a baba állandóan akar valamit amúgy is. Oké. Okay. A kertünk rendben van. Oké, most már igazán jöhetne az idő, amikor visszamegyünk munkába, mert így nincs sok mindent csinálni állandóan itthon. Ó, vele is barátságba lettem, király, van még munkatársam. Nincs úgy kifejezetten, úgyhogy még a főnökkel tudnék, hívjuk is át akkor egy kicsit a főnököt, és barátkozunk vele, sőt, akár hát előléptetést azért ilyen teljesítménymutatóra nem szoktunk kérni, mert általában nem adják meg. Fizessük be közben a számlákat. Te mit csinálsz? Ó, rókázol. Rendben. Utána nézd a tévét, és... ja. Ó, tehát itt is van a főnök. Mindjárt csevegünk vele egy kicsit. Ja. Beszélgessünk dolgokról, tévéműsorokról, munkáról, filmekről. Csodáljuk azt, nagyon szeretik. Nem fejezi ki a szeretetét, mert ugye rossz indulatú ez a szimem, szóval nem szeretnék a személyiség típusa ellen menni. Ajd, utálom ezt a rohamot. Azt el fogom adni. És neked pedig a konyhaművész volt, ugye? Oké, sikerült is teljesíteni. Rendben. Veled mit csináljak? Mossunk. Gyűjtsünk boldogságpontokat. 39 ezer van. Nézzük, mi mindent tudnánk vásárolni. Bam. Jelenleg nem tudom, hogy mit lenne érdemes ennek a szimnek. De szerintem egy alig éhessel bepróbálkozunk, kevesebbet kell majd ennie. Ennyi. És még mindig maradt 14 ezer, nem baj, gyűjtögetjük a pontokat, aztán ugye az volt a célom, hogy a kertészkedésest megvegyem, de azt már sikerült megvennem, úgyhogy az szuper. Közben itt beszélgettek, jó van. Beszélgessünk a munkáról, olyan nincs? De, itt van. És állandóan ringatozni szeretne ebben a hülye izében. Nem neked csörgött a telefonod? Nem. Jó. Bacillus gazda lett a szímem. Na most akkor mutatok egy jó dolgot. Azt hiszem ez a generációkkal érkezett egyébként. Hogyha ilyenkor a szímem beteg, akkor el tud menni a kórházba, és nem tudja beoltatni magát, mert
Mert ha egészséges, akkor be tudja magát oltatni, és nem lesz allergiás, meg sokkal kisebb valószínűséggel fogja elkapni a betegségeket. Igazából ilyenkor, amikor beteg a szím, nincs sok mindent tenni. Tehát ő így most van, és beteg. És nagyjából ennyi a dolog. Még egy kicsit a munkatársakon tudunk javítani. Mégpedig, aha, itt mindannyian régi barátok, úgyhogy egy kicsit cselegünk velük. Na, beszéltek a munkáról. Oké. És most még beszéljetek a munkáról. És most megjelent? Kérjen előléptetést, ez az. Nem kaptam. Oké, tök jogos egyébként, de emelést kérhetek, és ezt valószínűleg meg is kapom. Nem? Ah, hát igen, nagyon alacsony a teljesítmény mutatóm, úgyhogy. Úgyhogy emiatt, de konyhai titkokat cserélünk. Tanultam új receptet, és a menümester jártasság próbát is teljesítettem. Nézzük itt a jártassági naplóban. Menümester legalább 28 receptet el tud készíteni. Legkiválóbb minőségű ételeket ő csinálja. Ennyi. Tényleg elég sok receptet tud már. Úgyhogy ez egész király, gyerünk, kamatoztassuk is ezt a tudást, és együk meg a maradék csilit, te pedig addig ki is teregethetsz, miután telefonáltál. Közben baja volt a babának is, ő idejött, felvette, és csinálj vele mindent, hogy megnyugodjon. Oké. Neked is ő a főnököd? Nem, ő csak egy munka. Ja, nekem ő a főnököm. Oké. Nem baj, attól még egy kicsit barátságosak lehetünk vele, megdicsérjük a tánctudását, aztán haza is küldjük egyébként. Ó, el is ment. Oké. Remek muli volt. Szuper. Igazából egészen későre kezd járni, úgyhogy akár le is feküdhetnek a szímek aludni. Te mehetsz aludni, te pedig fürdés után mehetsz aludni. Úgyni. Mindjárt fel is ébred a szímem, és péntek van, úgy tűnik ma már kell mennie majd dolgozni. Egyébként nézzük meg, hogy a babának még van egy napja, míg fecsegő-tipegő nem lesz. Igen, én tipegőnek hívják, de nem tudom, mennyire emlékeztek, a Nickelodeonon volt ez a fantasztikus műsor, a fecsegő-tipegők. Elég kicsi voltam még, mikor ment, és nagyon imádtam. Ezért mindig eszembe jut, hogy fecsegő-tipegő. Reméljük, te is mész most már majd munkába. Nem is kell szárítógép, ezt minek tettem bele, de a ruhákat azért leszedhetnéd. És ma van a szüli napja, mi lesz ma? Ha, öreggé fog válni? Oké. Miután töröttél a gyerekkel, ideje ápolni a kertet. És milyen vágyaid vannak? Hát, azt si tudom, mit csináljak veled. Jól van, táncolhatsz végül is, ez fiatalságot. Hé! Széttapossa a tökömet! Basszus! Köszi! Igen, ez melyik? Ez a igen rossz indulatú jellemvonásból adódik. Nagyon örülök neki, ez fantasztikus volt. Gyorsan együnk egy kis maradékot is. Aztán meg a kukát nem is kell kivinni. Úgy tűnik, a gyerek egész jól van, úgyhogy vele nem kell foglalkozni. És lassan ideje lesz majd munkába menni. Igen, 14-kor kell majd indulni. Addig is csevegjünk egy kicsit velük, hogy lehetőleg maxra felvigyük a munkatársakkal való kapcsolatot, ugye? És megkapjuk az előléptetéseket. Hé!
itt hagytál egy növényt. Ója, hogy ez el van pusztulva, szegény. Mi volt ez? Elfelejtettem. Basszus, mi volt ez? Valami mizé volt, bab volt, nem? Vagy hogy hívják, az kávébab. Rőd bogyó. Talán. Oké, tudom, de itt nem tudom visszatekerni, tudom, de nem fogom emiatt leállítani a felvételt, visszamenni és megnézni. Tehát tippeltem és azt ültettem vissza. Tökéletes minőségű király. Egyébként lehetne trágyázni a kertet, de inkább majd később. Egy órán belül jönnek mindkét szülőért, végre mehetnek dolgozni. Induljál is el, hogy gyorsan megkapd. 8 nap? Még mindig tart a gyerek miatti szabadság? Jövő héten pénteken mehetek először dolgozni? Basszus, mit fog ez itthon csinálni? Hát akkor viszont most rágyázzuk a kertet, mert van idő bőven. És te viszont mehetsz a munkába, mégpedig mindenem fantasztikus, úgyhogy dolgozzunk keményen, hogy meg is legyen az előléptetés. És ugye 8-as szintűre előléptessenek, addig te pedig csak kertészkedsz. Nincs jobb ötletem, már örülnék, hogyha elérné a munkájában a maximális szintet, és kicsit tovább léphetnénk. De hát addig is itt a kertészkedés. A gyerekkel is kéne egy kicsit foglalkozni. Igen, tényleg ezek csak esznek, meg alszanak egészen addig, amíg nem válik belőlük tipegő. És neked ráadásul a szülinapod is ma lesz. És bulit se rendeztünk. Nem. De ezt kellett volna, bassz. Na most már mindegy. Most ismét baja van? Ja igen, most ismét sikerült bekakilnia. És mit szeretnél? Megölelgetni. Hát rendben. Bújjál oda, aztán ringatozzál vele, mert úgyis csak ezt szeretnéd. Ismét teli hold van. Reméljük a zombik nem fognak bejutni megint a kertbe. Hoppá, de kaptam fizetést. És te, lássuk. Nem már ennyi múlt, hogy előléptessenek? Na, hát úgy tűnik, hogy ez nem a szerencse napom ma, úgyhogy hát ez van. és ma van a szülinapja, nem is vettem neki tortát, még semmi, meg nem rendeztem bulit. Elfelejtettem, belátom. Belátom ezt a hibát, de öreg is lett, ősz haja lett, szeretne nyugdíjba menni, még nem fog, mert teljesítjük előbb az élet célját. De igen, itt van a szívem, öreggé vált. Hát, halad a játék. Én pedig nem voltam erre felkészülve. Állandóan megjelenik, ezek költözzenek össze, de akkor lazítsatok, hogyha egyepetjét akartok. Úgyhogy igen, a következő részben már valószínűleg fel fog nőni a kisgyerek is, vele is több mindent lehet majd csinálni és mutatni. Úgyhogy találkozunk legközelebb, és remélem élveztétek a részt. Sziasztok!